A hónap műhelye és 12 gól mind a kettő az újpesti UV és a köthető. Kisteleki Hanna legutóbbi bajnok ilyen például vágott egy tucatot a honvédnak, a fiatal fiú póló titának pedig fél millió forinttal gazdagodtak, pontosan az utánpótlás műhely elismerésnek köszönhetően. Nem minden mindennapi pólós hétköznapok következnek. Kisteleki Hanna a vendégem, illetve Bencúr Márton. Jó reggelt kívánok! Hát gratulálok azért, ez, ez a 12 gól egy mérkőzésen, ez egy elég jó szám. Volt már ehhez hasonló hát, Köszönöm szépen, nem, még, hát én nem emlékszem rá, de szerintem nem is volt. Hát ez igazából szerintem a csapat érdeme is, tehát hogy jó helyzetekben odaadták a labdát, és ilyen könnyen veszük az akadályokat, tehát egy könnyebb meccset, ennyire koncentráltan végig tudunk játszani és ezáltal ugye nekem is jól ment, úgyhogy. Jó, hát persze azért az ott adott labdákkal élni is kell tudni, persze, tehát ez igen. egy olyan a szituáció, hogy azért ez többön áll a vásár. Egyébként ez egy, ez egy nagyon jó nap volt szerinted, amíg a minden összejött, vagy, vagy most már ez lesz a, ez lesz a léc, amit szeretné megugrani? Hát a 12 gól, az persze egy minden meccsen nehéz meglőni, de hát persze egy nehezebb meccsen maximum van 6-7 gól, tehát mondjuk vagy maximum 10-12 összességében, uh -huh. úgyhogy Inkább annak örülök, hogyha nyertes meccs után jön ki a vízbe. Mint Persze a csapat a szinten az, azt gondolom, hogy tehát az egyéni teljesítmény nézve óriási dolog. Annak viszont szerinted így a csapatfejlődési szempontjából mi a jelentősége, hogy azért egy ekkora erőt képviselő társaság egy, hát egy viszonylag jóval gyengébb ellenféle találkozik? Ez mennyire hat építően egy csapatnak a mondjuk úgy a fejlődésére? Vagy pedig ez olyan állomás, amit egyszerűen el kell fogadni, tudomásul kell venni, mert hogy akár válogatott szinten is megtörténhet ez? Persze megtörténhet, vannak ilyen csapatok válogatott szinten is, szerintem kell ilyen meccseket is játszani, uh -huh. és ez olyan szempontból jó, hogy felméri azt, hogy mennyire tud koncentrálni egy csapat uh -huh. négy negyeden keresztül. Világos. Úgy, hogy... Tehát ilyenkor elsősorban a saját játékotok <laughs> játszása a fontos, nem annyira, tehát itt nyilván nem, nem, nem a téthelyzetnek az élessége az, ami elsősorban a feladat. Inkább, igen, inkább Aha. az, hogy gyakoroljunk különböző helyzeteket. De, de mégis mérkőzés szituációban, Persze, tehát igen, nem edzésen. Igen. Úgyhogy Ér. fontos ilyen meccseket is játszani. Mit tud ez az UVS csapat, hogy, hogy végül is mind férfi, mind női területen egy, egy ennyire jó gárda áll össze? Ugye itt beszéltünk arról, hogy a tavalyi esztendőben a hónap utánpótlás szakosztályi címet is elnyerték a fiúkkal, ha jól tudom, ugye? Igen, igen, hát köszönjük szépen, és hát én is hát gratuláljak Annának, és nagyon büszkék vagyunk a női csapatra is. Hát elsősorban az a közös akarat, ami nagyon fontos, ami a vezetőségtől, az elnök úron, az elnökségen keresztül, vagy onnan indulva az edzőkön, és természetesen a játékosokon és a szülőkön keresztül itt ugye megtestesül. Ez az, ami adja ezeket az eredményeket, és hát természetesen igyekszünk úgy dolgozni a hétköznapokban is, hogy hogy ennek ugye látható eredménye legyen. Abszolút így van. És ugye nagyon fontos nem összetévesztendő, mert már ugye Újpesten azért a vízilabda hagyományokat ismerhetjük, de ez egy más csapat, egy, egy más gárda, egy más társaság, és egy nagyon jól saját magát azt gondolom definiáló gárda, ugye egy, egy különkör. Így igaz, a szakmai örökségét visszük tovább, ugye uh -huh. az Újpesti vízilabdának, tehát gondolok itt az edzői gárda, az az nagy százalékban uh -huh. ugyanaz, egyértelműen szeretnénk megfelelni az újpesti hagyományoknak. Az eredmények azt mutatják, hogy, hogy ez sikerül is, de szerintem, ha kitekintünk, ez az egész magyar vízilabdára igaz. Tehát most éppen a, a mi sikereink, amik esetleg látványosabbak, de az egész vízilabda azért jó úton halad, főleg ugye Magyarországon, és, és, nagyon sok jó csapat van, és tényleg igyekszünk, miután a magyar emberek nagyon szeretik a csapatsportokat, és nagyon tudnak örülni a csapat sikereknek. Hát a vízilabdasportot sportot meg különösen nagyon szeretik a magyar emberek, azt gondolom. Igen, igen. Úgyhogy megfelelünk ezeknek, de természetesen nem elég. A, az fontos, hogy a... A mostanában egy picit szerintem az elmúlt években vidékre tolódó vízilabda bázisokkal szemben azért egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen fővárosi védvonal is megmaradni látszik. Tekintettel arra, hogy azért ugye a nagyfővárosi kluboknak az a fajta nimbusza, joga mondhatjuk, ami azért hosszú éveken keresztül volt, azért azért egy picit úgy megtörni látszott. Tehát azt gondolom, hogy ez éppen egy ellenpont lehet ugye az UVS -e személyében. Igen, ezt a folyamatot, ezt fontos úgy látni, hogy ez egy, egyértelmű az első osztályra korlátozódik, és az első osztályon belül is a férfi mezőnyben ennyire látványos, tehát az női mezőnyben <coughs> vannak erős csapatok Budapesten Igen. is, ugye egyértelműen az anyagi lehetőségekkel fűzhető össze, az utánpótlás azért az továbbra is nagyon-nagyon erős Budapesten, bár nagyon örömteli az, hogy, hogy vidéken is egyre, egyre jobb utánpótlás bázisok is alakulnak ki, de már csak a, a lélekszámból adódóan is a budapestiek azért ebből a szempontból jobb helyzetben vannak. Utánpótlást toborozni vízilabdában az azt gondolom, egy még mindig hálás feladat, ugye Magyarországon? Hálás feladat, de egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Uh -huh. Tehát azért ezt sokan, sok helyen elmondták már, hogy manapság mennyi olyan tényező van, ami a gyerekeket elvonja a sportolástól. Alapvetően sportolásra rávenni esetleg nehezebb a De még a vízilabdára is, ami gyakorlatilag azt gondolom, hogy az egyik legnépszerűbb sportágaink egyike? hanem a. Arra is nehéz? Nehéz, de mi ezt szeretjük csinálni, és a gyerekeknek a száma azért azt bizonyítja, hogy hogy van erre igény, és van erre kereslet. Lehozni nehéz őket. Tehát Aha. ha már ott vannak, de akkor ez biztos több sportnál is így van, hogy ott egy már azért értem. könnyebb. Uh, Hanna, egy picit akkor, akkor arra uh, érdemes lenne terelnünk a szót, hogy ez a, ez a fajta kiemelkedő egyéni teljesítmény ez a válogatott irányában szerinted hogy hat? Hát nagyon örülök neki, hogy Ebben az évben eddig egészen jól teljesítettem, persze számítani fog a válogatottban is, de ugyanúgy jól kell teljesítenem ott is, és be kell bizonyítanom, hogy ott helyem a csapatba. Uh -huh. Tehát attól, hogy lőttem 12 gólt, sajnos nem leszek benne az Európa bajnoki keretben, uh -huh. de mindent meg fogok tenni érte, és ott szeretnék lenni. Akkor a közelmúlt Béli összetartásról most nem, nem volt el ezek szerint. De ott pont voltál? igen, tegnap volt, Éppen, egy igen, hár igen. tegnap fejeződött be Aha. egy háromnapos felkészülés. Úgyhogy hát most ugye külföldről hazajöttek a lányok, úgyhogy tényleg csak három napot tudtunk együtt lenni. Igen, ez panaszkodott is... és merész András joggal egyébként, ugye, hogy nagyon nehéz egy csapatot úgy egyben tartani, hogy a, a nagyszámú idegen légiós miatt végül is viszonylag ritkán találkoztok. Ez, ez érződik egyébként egy ilyen válogatott összetartásra, hogy szokni kell egymás társaságát? A társaságot kifejezetten nem kell szokni, inkább azt, hogy ugye a klubcsapatban ugye más emberekkel játszik uh -huh. az ember, úgyhogy valahogy ugye, igazából egy pár nap után már hozzászokunk. De eleinte mint amikor az ember hozzá van szokva egy, egy klub, hogy mondjam, van zajló munkához, egy ottani tényleg, tehát a figurákat kitéve, betéve tudja. Ehhez képest a válogatottban az azt lehet mondani, hogy indul? Hát indulni, igen, döcögősebben indul, de utána beindul, és szerintem mindenki oda koncentrál, és uh -huh, uh -huh. működik a Mondtad hogy az EB keretben nem, de azért az addig zajló egyéb eseményeken, nem tudom, a világligában esetleg számíthat rád András, Hogy érzed? Remélem, hogy fog rám számítani, és természetesen az EB keretben is. Tehát uh -huh. az a célom, ugye? Az a cél, az a igen, cél mindenképpen. Uh, bajnoki szinten mi a cél, Mert azért úgy látom, hogy az eger egy, egy elég <coughs> nagy falat lehet. Ki lehet mondani, hogy csak a Bajnoki ezüst lehet a cél? Szerintem kimondani nem, de Szerintem bármi lehet uh -huh. női vízilabdában szerintem bármi előfordulhat, és mint ahogy láttuk a bajnokságban, 7-6-ra megvertük a Dunajvárost, aki ki volt kiáltva a legjobb csapatnak, úgyhogy ez a cél most is, hogy minél jobb eredményt hozzunk. Fantasztikus. Tényleg van, van egy, egy, méltán büszkeségre okodható női csapat, és hát egy fantasztikus ugye, utánpótlás férfi csapat is. Hol jegyezzük majd egy három 4 5 éven belül az uv a Magyar Vízilabdában? Mi a, mi a vízió? Hát a víziónk az az, hogy a férfi csapat is az első osztályban az általad említett újpesti hagyományokat tudja tovább vinni, természetesen az anyagi lehetőségeknek megfelelően, hogy ez egy középcsapatot jelent, vagy élcsapatot, az természetesen az akkori körülményektől függ, és hát a női bajnokságban mindenféleképpen szeretnénk folyamatosan és fokozatosan haladva reális célként azt elérni, hogy a bajnoki döntő is egy, egy olyan állomás legyen, ami, ami a csapatnak tapattól elvárható, vagy a csapat képességeiből adódik, illetve az, hogy ezeknek a lányoknak, és ez nekünk ez egy fontos célkitűzésünk volt, hogy olyan körülményeket tudjunk biztosítani az általad említett mm -hmm. ugye, környezetben, hogy Budapesten tudjanak megfelelően készülni a válogatott eseményekre is évközben. Igen, hát ez ugye már pont éppen a válogatottak kapcsolatos problémákból is adódik, hogy milyen jó lenne, hogyha Magyarországon valóban olyan környezet lenne, hogy a kiválóságaink része nem lenne kénytelen ugye idegen légiósként külföldön játszani, akár a megélhetésért, hanem ez a lehetőség itthon is megadatna számukra. Hát, Bízunk mindannyian egy ilyen, ilyen jövőben, amelyhez ezek szerint tucatokat dobó játékosok állnak, állnának rendelkezésre. Remélem, hogy ezt még sokszor megismétled majd Hanna, és sok sikert úgy válogatott, mint a csapat teljesítményhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.